Jelentős változás lép életbe július 1-től, ami minden számlaképes adóalanyt érint hazánkban. Kötelező jelleggel minden számlát le kell jelenteni a NAV felé. Tóth Lóránt fafaragót is érinti ez a módosítás, éppen ezért kért segítséget könyvelőjétől. Az adatszolgáltatás teljesült, tehát onnan lehet akkor látni, hogy ez rendben van. A NAV webes felületén az onlineszámla.nav.gov.hu oldalon kell regisztrálni, ami még egyelőre nem mindenkinek megy egyszerűen. Én nem vagyok egy számítógép értő, egy olyan ember, aki ezzel foglalkozik folyamatosan. Ez az online átállás, én nekem egyedül nem megyen. Van a könyvelőm, és akkor őket kerestem föl ezzel kapcsolatban, hogy segítsenek, mert én úgy beállítottam, hogy engem teljesen kitiltott az egész rendszerből, az ügyfélkaputól, mert mindent, tehát én ehhez nem értek. A fafaragó egyébként egyetért az online számla adatszolgáltatás bevezetésével, ugyanis abban bízik, hogy ezzel mindenki kötelezve lesz a tisztességes vállalkozói magatartásra. Mindenkinek, aki számlát állít ki, akár katás egyéni vállalkozó, akár orvosi tevékenységet végez, akik egyébként nem áfakörösek és tárgyimentes tevékenységet végeznek, nekik is szükséges lesz ez az adatszolgáltatási kötelezettség. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a megszokott kézi számlatömbös számlákat már nem lehet használni, hanem azt jelenti, hogy regisztrálni kell a NAV adatszolgáltatási rendszerében, és valamilyen módon rögzíteni kell ezeket a számlákat. A szakember azt javasolja, hogy az érintettek használjanak online számlázó programot, és annak segítségével állítsák ki nyugtáikat, hiszen ebben az esetben csak egyszer szükséges beállítani az adatokat, és a program automatikusan küldeni fogja a NAV felé a kiállított dokumentumot. Ezzel meg is történik a kötelező számlaadatszolgáltatás. Mint mondják, érdemes szakértő tanácsát kérni, hiszen gyorsabb a beállítási folyamat, azonban a NAV honlapjának és a HKIK videó megosztó csatornájának segítségével lépésről lépésre elvégezhetjük a folyamatot.